Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az LCG tesztek, és megint likvidet tesztelünk, ezúttal a Blossig-nek a jázminját, ahogy láthatjuk a flakonon is, ez egy 40-60 PGBG keverék, 18 milli űrtartalma van a flakonnak, és volt képe Fifikának ráírni, hogy 0 mg, nem, ez azt hiszem, hogy 6-os, amit kaptunk. És hát nem tudom, hogy nekem ez az outfit, ez még mindig nagyon határeset. De legalább a flakonja normális. Hát a flakonját nyomkodhatjuk, de a címkén azért lenne még mit fejleszteni. Hát milyen retrós. Retró, menjünk rá az ízekre. Betöltöttük a kazánokba, és ahogy szagolgattuk ezt a jázmint, tetszetős. De sajnos nem mi kóstoltuk először ezt az ízt. Na, ugorjunk neki. 3, 2, 1. Tiszta ciki kimondani, hogy egy virág ízű vagy illatú valami tetszik, de... Egy vízipipában is nekem az egyik kedvenc dohányom volt a jázminos. Ez ilyen kis csajos ink. A izének volt a kedvenc íze a jázmin Aladdinnak. Ő volt az ős teszter. Igen. Szerinted ezt a videót a Live Jazzminen is fogja extrémálni? Nincs jázmin. Ott a kábel összekötve, látod, ez oda megy. Oda megy direktbe. Igen. Ez nagyon finom. Van ebben nikotin? Kösz, hogy elküldted a nullást. Gőz az van. 60-as. Az enyémben van TH-ja is. Betéhásodott? A kazánban. TH-képző. TH-mékör. TH-mékör. Na, ez nekem íz lett. Na, mi a vélemény? Ez egy nagyon jó. Nem gondolnám, hogy egy ilyen jázmin. Nem gondoltad volna, hogy ez a jázmin akármi virág, anyám kínja? Ez ezt fogja kiadni. Az ízét nem ettem még jázmint, nem tudom mihez hasonlítani, de az illat az... Hát valami kölcsön adja. A jázmin te áll? Na akkor kóstolj rá, és azt már írd vissza, hogy ilyen-e. Nagyon, nagyon finom. Baromi finom. Na mit mondok rá? 100-ból adok erre, simán 95. Ez szerintem, hát nem egész nap szívható, de egy új szín a piacon igazából, tehát, hogy nem gyümölcs. Mondjuk manapság a főzős tévén is már csinálnak virágból. Van egy hölgy, aki virágból készít ételeket, és egyik nap pont olajba sütött ki akácfa virágot bepanírozva. Egye! Ahhoz képest... Akácfa? Azt nem is szabad pedig, nem? Az nem működik az akácfa virág? Nem. Hát mi ezt szedtük kiskoromban is, az, aminek a méz attól van a belsejében. Attól lett ilyen hülye. Hát lehet. Hát te meg nem a belsejében van a méz! A belsejében van a méz. Nem volt? Van a méz. Persze, és akkor oda repül a méh, és azt így kilapátolja. A méhecske seggén meg a lábán van a méz. De ilyen... Lófasz édes valami van a belébe, akkor nem a méz, na, ilyen nem rosszra asszociáltam, ilyen édes a belseje a virágnak. Igen. Én nem kóstoltad még? Az igazság, hogy nem voltam még rákényszerít a túlélés érdekében, hogy akácfa virágot egyek. Szabolcsban mindenhol akác van. Jó. Meg volt akkor a pontod, igaz? A gőzre kimán, simán adok 95, akár 100-at is, mert van neki nagyon durva.
És tényleg ez egy unikum. Estes. A piacon. Igen. Nekem is tetszett az íze nagyon jó. Nekem egyébként a színe is tetszik, hogy ilyen rózsaszínk és pinkes, és nézd meg, attól függetlenül, tehát itt most a szobában 27 fok van, és mégis lötyög, mint hogyha egy 50-50-es leves lenne, ez 60-40-es. 21 fok is. Lehetne, csak akkor kikevernék ki alól a klímának a hangját. Ízre nekem nagyon jó volt. Tehát én erre simán adnék egy 85-öt ízre, 90-et. A gőz az meg tényleg egy ilyen 95-ös nálam is. Én ízre adok neki egy ilyen 97-et. Egy jó tea mellé szerintem nagyon gyilkos kombó lehet. Nem, hogy elcsapd, hogy izé, hogy jázmin teja, jázminnal nem, nem, az úgy már nagyon sok. Az úgy már sok. Az úgy már bazári, ahogy szoktak fogalmazni az emberek. Nem, egy valami lájtos kis zöld tea, mondjuk egy olong mellé, vagy egy puskaportea mellé. Nagyon fincsi lehet. Na mindegy, a gőze az pedig már legyen 80. Még 80 a gőze? Aha. Azt hittem többet adsz rá. Hát mindjárt várjál, nézzük. Hát csak ugye mondjuk a Witchcrafthoz viszonyítva. Hát nem tudom, az annyira nem olyan tömör ez a gőz nekem. Nem olyan tömör? Van egy haverom, aki ezt így meg szokt öklözni alulról a fújjereket. Mi kérünk elnézést. Igen, elnézést kérünk. Maki haverja miatt is. És még nincs itt a Vapor Flash-ket sem. Nincs, sajnos még egy bő 12 órát kell rá várnom. Fuck no. Jó, akkor a Blossig-nek a likvidje, ami nem tetszik neki a gőzmennyisége, de azért fújja itt fest az orrom alá. Mert az íze jó, egyébként jó az illata is így fújva. Ez a másodlagos szaglás. Ez a másodlagos szaglás itt nekünk, amit kifúj. Asszín. És mivel még nem volt az oldalunkon, mert annyira új maga a Blossig is, elmondjuk, hogy ezt a likvidet a blossig.com weboldalról tudjátok berendelni, meg még millió egyet, de az még a jövő zenéje. Hogyha azokról sem akartok lecsúszni, akkor iratkozzatok fel Boris testén, az előző videókat Matyi testére kattintva tudjátok megtekinteni, mi pedig ezt a likvidet szépen hazavisszük, és attól függetlenül, hogy milyen a címkéje, mennyire jön le róla a felirat, el fogjuk jókedvűen szívni. Nem fogod kisorsolni, ilyen önző vagy? Van még a tarsolyomban meglepetés. Hát én attól félek, hogy neked meglepetés van a tarsolyomban. Úgyhogy fiúkák, lányok, vegyétek bátran, mert ez egy jó íz. Úgyhogy bátran ajánljuk mindhárman. Remélem tudtunk segíteni ezzel a videóval. Szevasztok! Szevasztok! Hello! My Vapor Friends!